Zoli, hogy tudja terelni a lángot? Te is védelem van. Azok nem akartam. Tudj is magára a lángtenger elvileg, ez is mennyi. Ki tudta hozni ott a tehát én is közeledett volna a személyen. Ki tudja hozni, hogy nem is hozja még. De azért most nem is hozják, hanem csak terem. Mindenki az volt a baj, hogy itt el akart menni csak a videós, tehát abban mondtam neki, hogy menjenek be a parkról, hogy csak a videós ide állt elé. Aztán tudod, hogy nem tudsz kommunikálni vele, hogy mit csináljon, akkor nehogy az legyen, hogy őt kapja el. Hát bemész van a parkról. Hát nem, a tank nem robban föl, tehát az a fölrobban, hogy ilyesmi általában egy éjszakot nem uralni a direktába, meg a elé. Az üzemanyagnak a kárdus állott lehet az, hogy kisebb rombolási lehetnek. A legfeljebb tud a kupakon olyan tudanás, hogy kupakot ellövi. Nagyon magas a égésfő, mert ugye egyszer beindul az égés, már nincs újra gyújtás, hogy nem olyan tartja. Hát most
tartja, azért van, mert a gár csonkot van, csak tartja a lángot. Csak meddig el nem zárják ott a csonkot, addig nem oldja el, mert addig gázáramlás van, vissza tud robbanni. Tehát azért csak tereli a lángot, tartja a lángot, és ameddig a gárcsonkot el nem zárja, tehát az úgy dolgozik a gárcsonknak az elzárásán. Tehát ott a vezetéket, amit a gázról jön, azt most találok egy ilyen csatót. Így van. Tehát amikor az autó rámegy egy gárcsonkra, leszabja, akkor ott meggyullad, ott azt imitáljuk. Tehát ez most a gázvezetéknél egy ilyen szorító satúzeniséggel összeszorítják a vezetéket, és nem oldjuk el, mert nehogy utána robbanás legyen. Ugyanezt csináltak előjék, irányból kihozza az izét, a faszkot, hogy válnak neki, meg pont szerencsére akkor látom ki az autó, mondom, el ne oldj, üvöltöttem, mint a csakkár, el ne oldj! Túrolánga jön ki a gáz, akkor az jó neki. Hát most nagyon jól csinálják a damákék. Meg kicsit mondom, hogy értsék, hogy mit csinálnak. Az a feltételezés, hogy az autó rámint egy gázcsonkra, attól kigyulladt az autó. Ezért ott, amit láttak, ott elzárták az izótokat, gázcsonkot, tehát nem oldották el a lángot, mert itt eloldják a lángot, akkor a gázáramlás továbban, burkoltják el az autót. Úgy értsük, hogy miért nem oldották el a lángot. Mert hát akkor végig is utána a gáz elszállt volna, és az vissza tudott volna robbanni. Tehát a betonás után értsük. 2000-ben a gázcsont. Hát ott is ugye többször előttek, mert ugye két szétszivára lehetett kapni a lángot. Csak ugye olyan tömény volt utána, hogy ez berobbant, ugye? Utána jöttek a izével, a fényjelzők is. Én még emlékszem a zsamaikát.